Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ahogy Attila már elmondta a felvezetőben, már megvalósított projekteket szeretnék most bemutatni a jelenlévőknek, illetve akik a későbbiekben a felvételt nézik. El is kezdeném, hogy mit is értünk digitális eszközökkel megvalósított projektek alatt. Ugye ez a mém talán elég sokunk oldalán megjelent, amit itt láthatunk, hogy a bizonyos kolléganő egy telefonképernyőjén keresztül próbálja ugyanúgy frontálisan oktatni a gyerekeket. Ezt azért nem igazán tartom jó ötletnek, inkább csak mint a digitális oktatásra való figyelemfelhívás tettem ide. Nem erre szolgál a digitális témahét, hanem arra, hogy a gyerekeket valóban tevékeny munkáltató projektekkel, projektek során ismertessük meg a digitális írástudás legfontosabb elemeivel. Hogyan is kezdjünk bele a digitális témahétbe? Amikor elindult a digitális témahét, a regisztrációt Attila azt mondta, hogy már érdemes március elején megtennünk. Én akkor tértem vissza a pályára a kisgyermekeimtől itthonról, és rendkívül izgatott voltam, nagyon szerettem volna belevágni, de igazából nem tudtam, hogy hogyan is lehet elkezdeni ezt a digitális témahetet, akkor jelent meg ugye egyáltalán az első. Mégis úgy döntöttem, hogy belevágok, és hát ahogy Attila mondta, már sok-sok minden digitális projekt van az elmúlt 4 évben mögöttem, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy akkor azt az utat választottam, hogy a digitális témahét által én is igyekszem egy kicsit megmutatni magamat ebben a közegben. Szóval, hogy hogyan is kezdjünk bele? Elsőként keressünk egy jó csapatot, akire támaszkodhatunk, mert projektet egyedül végrehajtani gyakorlatilag egy bozót harccal ér fel, tehát mindenképpen legalább 2 kollégának érdemes belevágnia. Aztán, ha van egy jó tervünk, és már megvan a csapatunk, de nem tudjuk, hogy milyen eszközöket vethetnénk be, mert mondjuk nincsen az iskolánkban rendelkezésre álló eszköz, akkor bátran használjuk a diákjaink eszközeit. Ez azért is praktikus, mert a gyerekek azért igen biztonságosan használják ezeket az eszközöket, csak nem éppen tudják, hogy mi mindenre lehet alkalmas mindaz, amit a zsebükben rejtenek, hogy nem csak az általuk sokat használt oldalakat tudják esetleg jobban, elmélyültebben használni általa, hanem akár még programozást, illetve alkotó produktumokat is tudnak létrehozni ezek által. Szóval bátran nyúljunk a diákjaink eszközeihez, hogyha nem áll rendelkezésre iskolai eszköz. És akkor én el is kezdeném, hogy milyen projekteket valósítottam meg. Ez volt a bizonyos EGRI csillagok az első digitális témahéten, ami rögtön egy külön díjat is hozott nekem a digitális témahéten, illetve a Tempusz közalapítvány digitális pedagógus díjának is díját is meghozta számomra. Hogy is dolgoztuk fel Gárdonyi EGRI csillagok című művét, erről osztanék meg néhány ötletet, mert gyakorlatilag ez a felépítés bármely kötelező olvasmány vagy közös olvasmány feldolgozásához egy jó struktúrával szolgálhat a kollégáknak. A szerző, illetve minden szereplő névjegykártyát kapott, úgy, ahogy ez látható is itt a képernyő alján. Névjegykártyákat készítettek megadott paraméterek alapján minden egyes szereplőnknek kellett ugye egy céget kitalálni, egy weboldalt kitalálni, illetve az e-mail címébe rejtve kellett utalni arra, hogy ő milyen szerepet is tölt be a regényben. Ezekhez készítettek QR kódokat, amelyekkel későbbiekben elérhető volt az az oldal, ahova feltöltötték, illetve minden egyes szereplőnk, illetve maga Gárdonyi Géza is kapott egy Facebook oldalt. Talán most már elég sokan ismerik
ezt az oldalt, ahol gyakorlatilag a Facebookhoz hasonló módon tudunk megjeleníteni egy-egy szereplőt, de akár láttam már olyanra is példát, hogy kémiai elemnek készítettek Facebook oldalt. Ez a classtools.net oldalon érhető el. Ezt követően, amikor a szerző életútját ilyen alkotó módon feldolgoztuk, utána a helyszín került a fókuszba, ahol egy turisztikai alkalmazást, a Guided Hand alkalmazást alapul véve jártuk körbe a tanteremből ki sem mozdulva Eger utcáit, valamint a Google Earth alkalmazást használtuk. Majd Egerhez kellett tervezni a gyerekeknek egy útvonalat. Ugye Dunai városból indultunk ki, akkori nevén Dunapenteléről kellett nekik tervezni egy utat a Google Maps segítségével, amit azonban a későbbiekben kicsit fűszereztem és nehezítettem számukra, mert nem egy egyszerű gyalogos útvonaltervezésről volt szó, hanem lóval kellett ezt megtenniük, tehát már egy kicsit bonyolultabb számítást kellett ehhez végezniük, illetve egyéb finomságokkal is fűszereztem számukra, például kerülő útvonalat kellett beiktatni, mert mondjuk a Buda alatti török sereggel nem szerettek volna összefutni, vagy különböző élelmiszereket szállítottak, ezt mind-mind különböző csoportok kapták attól függően, hogy mennyire is voltak képesek ezeket a számításokat ők elvégezni, tehát gyakorlatilag tudás alapján osztottam meg ezeket velük. Aztán következett a szereplők feldolgozása, ez is csoportosan történt, minden csoport kapott egy-egy főbb szereplőt, akinek szintén elkészítette a Facebookját, iMessenger oldalban dolgozta fel a közöttük lévő beszélgetéseket, illetve, ahogy itt is látható a prezentációban, különböző avatárokat, digitális avatárokat készítettek számukra. A következő napon készült el az a török képes szótár, ami most már a tankocka oldalon, a learninghubs.org-on több mint 500 megnyitás után van. Itt a gyerekek gyűjtötték össze az egri csillagokhoz kapcsolódó kifejezéseket, török kifejezéseket, amelyekhez képeket gyűjtöttek, és ezek magyarázatául szolgáló szövegből alkottunk meg közösen egy tankockát. Majd a történetet úgy dolgozták föl, hogy fejezetenként egy-egy képregényt készítettek a Storytop, illetve a Storyboardet oldallal, és végül az egészet egy PPT formájában fűzték össze. Természetesen a számukra nélkülözhetetlen Kahoot sem maradhatott ki akkoriban, illetve a számonkérést, az ellenőrzést a Redment a felületén tettük meg. És említettem, hogy kolléga nélkül rendkívül nehéz lett volna. Én egy fantasztikus kolléganővel dolgozhattam együtt, akinek a segítségével a gyerekek, miközben magyar órán így haladtunk, és így ismerkedtünk a regénnyel, közben technika órán elkészítették az Egri Várnak a makettjét. A következő nagy projektünk Arany János születésének 200. évfordulójához kapcsolódott. Itt 3 hetedikes osztály, illetve egy hatodikas osztály dolgozott a projektben, melynek során a szerző életét rendhagyó módon dolgoztuk fel, mégpedig úgy, hogy a csoportok közül volt, aki verselemzést választott, volt, aki az építők csapatát gazdagította, volt, aki képregényt készített, volt csapat, aki társasjátékot, újságot, interjút, tehát rendkívül sokféle lehetőséget kaptak arra, hogy tevékenyen részt vegyenek ebben a feldolgozásban. És a legizgalmasabb része az volt legalábbis számomra, hogy a gyerekek a népszerű építős játékkal, a Minecraft-tal megépítették a szerző életének színtereit, majd írtak hozzá egy-egy egyes szám első személyű narrációt, tehát úgy ismerhetik meg a helyszíneket bejárva az anyag megtekintői,
mintha Arany János mesélné el az életét. A Minecraftban megépített helyszínek tehát narrációval lettek ellátva, illetve minden helyszínhez kapcsolódóan feldolgoztunk az életműből is verseket, balladákat, amelyekhez kapcsolódóan képregényeket, gondolattérképeket, tankockákat készítettek a gyerekek, illetve az egészet a végén összefűzték egy 12 perces oktató videóvá, és az akkor még jól használható Aurazma alkalmazás segítségével, ahogy itt a képernyő bal sarkában látható, a teljesen fekete-fehéren megjelenő Arany János képhez kapcsolták digitálisan ennek segítségével. Így azok a tanulók is, akik kimaradtak a tanórai tevékenységből, mert éppen edzőtáborban voltak, ők is csatlakozhattak, illetve megismerhették a közös alkotás eredményét, illetve fel tudtak készülni a témazáró dolgozatra, amely szintén rendhagyó módon zajlott, ugyanis a gyerekek nem egy hagyományos témazáró dolgozatot töltöttek ki, hanem csoportosan az általuk készített társas játékban pontokat gyűjtögetve válthatták a végén jegyre mindazt a tudást, amiről számot adtak így a játék során. Illetve, ahogy itt alul is látható, egy bíbott pályához hasonló kis kódoló lapon keresztül gyakorolhattak, valamint Scratchben is elkészült több játék a Toldihoz kapcsolódóan, ahol a gyerekek a Toldit irányíthatták, és a bikát kellett elkapniuk. Szóval igyekeztünk ebben a projektben mindenféle digitális eszközt hadba állítani. A következő egy internetbiztonságról szóló projektem volt, aminek az a különlegessége, hogy az iskolánkban 1-től 8. osztályig mindenki részt vett benne, mégpedig úgy, hogy az alsó tagozatos tanulók az applikációkkal, telefonos applikációkkal ismerkedhettek a kollégák segítségével, illetve egy padlórobot pályán keresztül játszhatták végig a letöltés, az applikáció letöltésének folyamatát, mert azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy tisztában legyenek mind a gyerekek, mind a kollégák azzal, hogy egy-egy telefonra letöltött applikációnál mik azok a lépések, amelyet figyelembe kell venni, hogy valóban megéri-e nekünk azt az applikációt telepíteni, és esetlegesen nem valamilyen olyan programmal tesszük az adatainkat nyilvánosságra, amit nem szeretnénk, mondjuk akár csak egy fényképszerkesztő alkalmazásért cserébe. Tehát ez volt az alsósok projektje, illetve a Televele médiaértési csomag elemeit használták fel a projekt hét során. A felsősök pedig 4 különböző projektben dolgozhattak. Az 5. és 6. évfolyam számára az álhírek kerültek a fókuszba, az 5-esek alapvetően inkább csak a szövegértési feladatokon keresztül közelítették ezt meg, illetve azzal ismerkedtek meg, hogy hogyan lehet felismerni az álhíreket, milyen árulkodó nyomokra kell figyelnünk, hogy vajon álhírrel állunk-e szemben. A 6-asok pedig alapvetően irodalmi álhíreket készítettek. Egyik kedvencemből látható itt egy gyöngyszem, ahol is a Velszibárdok volt az alapja az álhírnek, ahol is ugye az szerepelt a híradásban, hogy a király kedvenc eledeljét a mágyarak ezt szolgálták fel Velszben. A 7-esek számára a szűrőkön, az instavilágon keresztül próbáltuk megközelíteni az internetbiztonsági kérdéseket. A 8-asok pedig az internetes zaklatás és internetes
kihívások világáról készítettek élőszereplős, illetve animációs kisfilmeket narrált képregények formájában. Ennek során ugye az álhíreknél a fotofúnia oldalt használták, míg a képregények készítéséhez a storyboardet oldal állt rendelkezésre. Tavalyi évi projektünk a hetedikesek körében valósult meg magyar, illetve történelem órán, amikor is Jókai két regényét igyekeztük feldolgozni. A két regény közül mindenki választhatott, hogy melyikkel szeretne megismerkedni, de ugye sokszor előkerült, hogy Jókai nem igazán fogyasztható a mai gyermekek számára. Ezzel a problémával még az én nagyon jól olvasó és olvasni szerető tanítványaim körében is találkoztam. Úgyhogy azt a megoldási módot választottam, hogy a gyerekek nem lineális szövegolvasás formájában ismerkedtek meg a történettel, hanem egy startup céget kellett gyakorlatilag modellezniük. Projektvezetők, marketingesek, térképészek, filmkészítők csapataiba tömörülhettek, és úgy kellett gyakorlatilag megismerkedniük a történettel, hogy minden csapat kapott egy-egy szereplőt, és a szereplőhöz ki vagyok én kisfilmeket kellett készíteni. Tehát úgy kellett bemutatkozni a szereplő nevében, hogy a neve nem hangozhatott el, csupán mindaz, ami vele történik, akikkel kapcsolatba lép, akikkel találkozik, és ez alapján, a jellemzés alapján kellett a többieknek felismerniük, hogy vajon ki lehet az a szereplő, aki az adott csoporté volt feldolgozás szempontjából. Ehhez kapcsolódóan készítettek a gyerekek, ahogy itt is látható, szintén kis képregénykockákat, illetve digitális avatárokat, valamint, hogy jobb rálátásuk legyen, itt is készültek Facebook oldalak, valamint térképek, ahol a regény helyszíneit lehetett végigkövetni. A helyszínekhez kapcsolódóan mindenhol egy-egy leírás is szükségeltetett, hogy mi történt ott, ki járt ott, hogy ezáltal is egy kicsit jobb rálátásuk legyen a regény történetére, mert, mint említettem, nem lineáris olvasást, hanem kereső olvasást kértem tőlük. Adott szereplőjükre rá kellett keresni a regények digitális változatában. Mindig elolvasták, hogy velük mi történt, és ez alapján próbálták felvázolni magát a történetet. A digitális témahét kis testvéreként, vagy hát inkább fogalmazunk úgy, hogy nemzetközi megjelenéseként, most már sokadik éve jelen van az életemben a kódolás hete, a Kódvik. Ehhez kapcsolódóan egy történelmi felfedező játékot készítettem ötödikes tanítványaimnak, amit az ókori kelet világával ismerkedve valósíthattak meg. Ez gyakorlatilag akár egy órán, de akár hosszabb távon is kivitelezhető projekt lett volna. A gyerekeknek először egy QR kód segítségével kellett megtalálniuk, hogy egyáltalán melyik területről is fogunk beszélni. Ez akkor ugye Egyiptom és Mezopotámia volt. Majd utána hieroglifák megfejtésével kellett eljutniuk az egyik nagy piramisig, majd a nagy piramishoz kapcsolódóan egy robotpályát kellett végigjárniuk, egy bíbot pályát, majd a bíbot pálya végigjárása után ki kellett választani az asztalról azokat a tárgyakat, amelyek az adott területhez kapcsolódnak, melyek azok a találmányok, melyek azok a jellegzetességek, amelyik az adott ókori keleti államhoz kapcsolódott.
majd ezek után egy virtuális valóságban előhívható színezőt használtak, ahol szintén az ókori kelet államait kellett megjelölni, majd ha végül minden feladatot sikeresen teljesítettek, akkor várt rájuk a legnehezebb kihívás, ahol Scratchben kellett a bejárt útvonalat leprogramozni, úgyhogy a háttérben az ókori kelet térképe szerepelt, és ezeket az állomásokat kellett a Scratchből ismert citussal végigjárniuk. Következőben szeretném bemutatni azt a projektet, ami egy kicsit hosszabb projekt volt, két nyári tábor alkalmával is digitális tábort valósítottunk meg kolléganőmmel, melyhez az Abakuszán stúdió támogatását sikerült elnyernünk, és ezeket a képen látható kis kockákból felépíthető robotokat kaptuk kölcsönbe egy hétre. A feldolgozott téma pedig Végvári Imre Jövőmenők című meséje volt, ahol 2050-ben eltéved gyakorlatilag, véletlenül bekerül két házi cica, és nekik a jövő világával kellene megismerkedniük. Ennek a projektnek a során nem csak magát a mesét dolgoztuk fel, hanem dramatizáltuk, részekre bontottuk, illetve a gyerekek alapvető programozási feladatokon keresztül eljuthattak odáig, hogy ezeket a megépített cicákat, illetve a főszereplő lányt mozgatni tudták, és gyakorlatilag nem elbáboztuk, hanem robotok segítségével keltettük életre a mesét, illetve hát itt sem maradhatott ki a gyerekek nagy kedvence a képregény készítés sem. Ez tehát egy sokkal hosszabb időt felölelő projekt volt, mert itt egy teljes tanítási hetet töltöttünk együtt, és hoztuk létre ezt a projektet a gyerekekkel. Aztán az idei digitális témahéthez kapcsolódóan valósítottuk meg az Apollo küldetés nevű miniprojektet. Ez 5 tanóra alatt zajlott le, kizárólag történelem órán dolgoztunk a gyerekekkel, és a holdra szállás kapcsán több digitális applikáción keresztül igyekeztek információhoz jutni, majd a végén Scratchben készítették el ők is a holdra szállás animációját. Aztán a következő projekt a versvadászat, amit szeretnék megmutatni, ez a költészet napjához kapcsolódva készült el 3 évvel ezelőtt, amikor is a költészet napja, illetve a digitális témahét egybeesett. A Posztoly verset az utcára projekt keretében gyakorlatilag igyekeztünk a tanítványaink segítségével, több kolléga segítségével elárasztani a városunkat versekkel, nyomtatott, illetve minden aszfalt felületre elhelyezett, környékben minden aszfalt felületre elhelyezett versekkel. És hogy ez hogy is kapcsolódott utána a digitális témahéthez, úgy, hogy a Cyter alkalmazással én ezeket igyekeztem mind befényképezni, amerre jártunk, és a Cyter alkalmazás segítségével meg lehetett találni a kirakott verseket, nem csak gyönyörködni művészi értékükben, hanem pontokat is lehetett szerezni, és ez például felvetette ötletként, hogy akár egy digitális tájfutást is meg lehet valósítani hasonló módon ezzel az alkalmazással, hogy gyakorlatilag kihelyezett pontokat megkeresve kell a gyerekeknek a természetben mozogniuk. Aztán az idei nagy projektünk az iskolai piknikünkhöz kapcsolódott, amelynek a fókusz témája az alma volt. Úgyhogy a 8-as tanítványaimmal az Alma Hatalma című projektet valósítottuk meg,
Bizonyára sokak számára ismerős az a mém, amikor egy asztal körül egy pincér felszolgálná az almát, de nem tudja, hogy kinek adja. Hát ez adta a kiinduló ötletet, úgyhogy gyakorlatilag Ádám és Éva alma projektjétől kiindulva, Iris almáján át, Newton almájáig, illetve Hófehérke és Tell Vilmos történetével is megismerkedve, végül eljutottunk az Apple-ig. A feldolgozás során a gyerekek kutató munkát végeztek ezekhez a témákhoz kapcsolódóan, majd pedig a PowerPoint segítségével készítettek narrált kis videókat, hogy bemutassák annak a bizonyos almának a történetét, és végül ezeket a kis narrált videókat fűzték össze, és készítettek belőle MP4 formátumban egy kis videót. Ez volt tehát az idei évi egyik projektünk, illetve szeretnék megmutatni egy olyan projektet, amely jelenleg is folyamatban van. Nekem nagy kedvencem már most, pedig még most kezdtek el igazából a projekt anyagok beérkezni. Ez pedig a Globális céljaink munkacímet kapta egyelőre, ahol is a gyerekek a 17 globális cél közül kellett, hogy csoportosan kiválasszanak első körben mindenki hármat, hogy szerintem melyik az a globális cél, amely a legfontosabb lehet, és amelyre megoldást is tudnak kitalálni. Majd a csoportban mindenki ezt a hármat ugye bemutatta a többiek számára, és a csoportok ebből választottak végül közösen hármat, meg kellett győzniük arról egymást, hogy szerintük miért is ez a legfontosabb globális cél. De egy picit fűszereztem ezt a feladatot is, ugyanis a négy szereplőnk kapott gyakorlatilag négy különböző szerepkört is. A világ vezető hatalmai kellett ők nekik képviselni, és abból a szempontból tekinteni a globális céloknak a megvalósíthatóságát. Majd ezek után, hogyha megvolt ez a közösen kiválasztott három, arra kellett fókuszálniuk, hogy melyik az az egyetlen globális cél, amelyre kidolgoznak egy valós cselekvési tervet, úgyhogy ők gyakorlatilag minden politikai és pénzügyi hatalommal rendelkezhetnének, mi az a globális cél, amit meg tudnának valósítani. És azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy 14-15 éves gyerekekről beszélünk, rendkívül kreatív megoldások születtek, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki időben beadja a feladatát, és hasonló fantasztikus megoldásokat láthatok, és hamarosan be is mutathatom ezt a nagy közönségnek, hogy 14-15 éves tanítványai mit is gondolnak arról, hogy hogyan lehetne a globális célokat elérni 2030-ig. Ennek során a felhasznált eszközök alapvetően a PowerPoint, illetve a Sway oldalak voltak, amelyeknek a formájában elkészítették, illetve a már megismert képregénykészítő alkalmazásokat használták előszeretettel a gyerekek. És hát akkor én köszönöm szépen a figyelmet.